A Kozár Mislenyi tavaszi találkozó mintájára őszi horvát fesztivált rendeztek Szemelyben. A sátorba érve szépen megterített asztalok, különleges horvát ételek és italok, valamint népviseletek kavalkádja fogadta a vendégeket. A horvát lakosság nekünk nagyon fontos. Mi többen vagyunk horvát ajkúak a településen, de sajnos sokkal kevesebben, mint a múlt század elején. Akkor még 80%-ban horvát ajkúak lakták a települést, most már csak kicsivel több, mint 20%. Ez a kultúra egy olyan szép kultúra, amit úgy éreztük, hogy fontos, hogy tovább vigyünk, és ennek egy méltó helyet teremtsünk. A tavalyi év során ugye a horvát-magyar kultúra házát sikerült átadnunk, és az mostanára kibővült egy ilyen központtá, szinte mondhatjuk, térré, szabadtéri rendezvényhelyszínnél. És most ez az első olyan lehetőség, amikor élettel is meg tudjuk az épületet és az infrastruktúrát tölteni. Az őszi horvát fesztivál egyik fontos üzenete az volt, hogy a magyarországi horvátok legyenek büszkék nyelvi és kulturális örökségükre, és ezt bátran vállalják a népszámlálás során is. Valamilyen szinten itt is megmutatkozunk, és itt is tudjuk közvetíteni mindazt a kultúrát, mindazt a gondolatot, érzést, amit mi horvátok itt Magyarországon képviselünk és hordunk magunk előtt, magunkon. És szerintem az is nagyon fontos, hogy ezek az emberek, akik ma itt vannak, azok ezek a népszámlálási íveken, vagy éppenséggel online, hogyha kitöltik, akkor biztos vagyok benne, hogy vállalni fogják azt, hogy ők magyarországi horvátok. Az őszi horvát fesztiválon részt vett Szolga József is, a magyarországi horvátok parlamenti szószólója. A magyarországi horvátság kontinuitásban itt van a 7. századtól. Igaz, hogy voltak a török háborúk miatt migrációk, de az 1500-as évektől a elnéptelenedett településekre horvát területekről érkeztek emberek, akik megőrizték a tradíciót, a kultúrát, és mivel a nemzetiségi jogok azok a népesség számához kötődnek, ezért nagyon fontos a népszámlálás időszakában, hogy azok, akiknek az elődei megalkották és hozzátettek ennek az országnak az építésére, vállalják saját identitásukat, származásukat, és arra a kérdésre, hogy kinek vallja magát, természetesen a horvátnak, vannak vegyes házasságok, de azt zárja ki, hogy az első két kérdésre azt mondja, hogy horvát vagyok, vagy esetleg más nemzetiségű, hogy mi az anyanyelv, az természetesen mindenki tudja, hogy milyen nyelven szólalt meg először, és hogy milyen nyelvet beszél a közösségben. Én mindenkit kérek arra, hogy vállalja identitását, hisz identitás, közösség nélkül nincsen jövő. Az első alkalommal megrendezett fesztivál programját a kulturális események mellett főzőverseny is színesítette. Az egyik bográcsba pörköltet gyártunk, a másikba meg székely káposztát csinálunk, mivel káposztások vagyunk, ezért káposztát is kell csinálni. Ebben evidens, hogy ilyen nyers sülök, meg lapocka van, abban meg van füstöl dolgok, vannak sonka, zalonna, meg ilyen egyéb füstöl dolgok, és egy kis pörkölttel vegyítjük, hogy legyen valami íze is a dolognak. Hát az elején szoktunk lenni. Noel barátommal, két hete? Három hete? Igen, kettő. Versenyben pont másodikak lettünk. Ő a legjobb kutya a világon, figyelj, becsületesen az elejétől a végéig dolgozik, még nem véget oda a kaja, úgyhogy meg vagyunk vele elégedve. Minden elismerés a Noelé. A Barcsi Podravina Horvát Hagyományőrző Egyesület csapata Csülkös Disznópörkölt elnevezett a főzőversenyre. Van, ha különleges, de vagy nem különleges, füstölcsülök van benne, lapocka, meg disznó is. De mi egy hagyományozó egyesület vagyunk a Dráva mentéről, nevezetesen, hát Barcsról jöttünk, de a Dráva mentéről, Felsőszentmártonból, Tótújfaluból, Lakócsáról, Szentborbásról vagyunk össze, és ez a társaság. A hagyományozó egyesület, Podravina hagyományozó egyesület, aki horvát néptáncokkal szokott elő állni. Természetesen mindig ott vagyunk, ilyen horvát rendezvényeken mindig ott szoktunk lenni. Az őszi horvát fesztivál kulturális programjáról következő műsorunkban számolunk be.